Évek óta egyre jobban nyílik az olló a bérek és a nyugdíjak között. Jelenleg az átlag nyugdíj az átlagbérek körülbelül 61%-át teszi ki, írja az Infostart. Az általunk megkérdezett megyei érdekképviseleti vezető is azt tapasztalja, sokkal több idős él nehéz körülmények között. A nyugdíjasokat az idei vártnál magasabb infláció az átlagnál is kedvezőtlenebbül érinti. Miközben utóbbi miatt az alapvető élelmiszerek jelentősen drágultak az elmúlt időszakban, a nyugdíj nem nőtt ugyanilyen mértékben, ráadásul megyénk egyébként is sereghajtó az átlagbérek és nyugdíjak terén. Úgy látja, az inflációt követő nyugdíjemelés helyett vissza kellene állítani a vegyes indexálást, emellett más intézkedésekkel is javítani lehetne a helyzeten. Akik most mennek 20-30 ezer forinttal több nyugdíjat kapnak, mint az előtte 2-3 vagy 4 évvel elment, ugyanabban a munkakörben ugyanannyi szolgálati idő szerzett társai. Tehát kellene végre változtatni a felosztó kidobórendszeren, ezzel tudjuk évtizedek óta ez a Bismarcki modell nem megfelelő, illetve nyugdíjplafon visszaállítása. A 13. havi nyugdíjat pedig nem heti megbontásban, hanem azt mondom 2002-ben csak felfüggesztették, nem eltörölték az ide vonatkozó rendelkezéseket, hanem egybe kellene adni, hiszen akkor jelentene sok embernek, vagy a nyugdíjasoknak igazán támogatást. Október 1-én volt az idősek világnapja. A jeles alkalmat a járványhelyzet miatt idén sok helyen nem tudták megünnepelni. Több településen azonban az önkormányzatok megkérdezték az érintetteket, mire lenne szükségük. Jellemzően vitaminokat kértek a nyugdíjasok. Nem meglepő, a szakember elmondása szerint az idősek átlagosan 10 000 forintot költenek havonta gyógyszerre, és más az egészségükkel kapcsolatos termékekre. Miután azonban több 100 000 élnek közülük, 50 és 100 000 forint közötti nyugdíjból nincsenek könnyű helyzetben. Nagyon be kell osztani azt a rendelkezés álló keresetet, hogy meg tudja oldani a napi gondjai problémáit. Hiszen fűteni is, legtöbb esetben különösen vidéken egy helyiséget fűtenek, illetve városon is találkoztam nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor olyan idős emberrel, hogy nem engedte le a kádból a öblítővizet, hanem azzal öntötte le a vécét. Tehát így próbál meg takarékoskodni, hogy ne kelljen a gyerekétől kérni, illetve az is előfordul sokszor, még ebből a kevés keresetéből is próbál takarékoskodni, hogy tudja majd segíteni a gyerekét, vagy éppen az unokájának tudjon karácsonyra venni némi kis ajándékot. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 118 ezerrel csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek aránya Magyarországon, vagyis ennyivel kevesebben éltek jövedelmi szegénységben vagy súlyos anyagi nélkülözésben, mint 2018-ban. A nyugdíjas szervezetek szerint ugyanakkor az idősek körében ezzel ellentétes folyamatok figyelhetőek meg, sőt a KSH száma is ezt mutatják. Az elszegényedés a 70-80 év fölöttieket különösképp érinti.